Köszöntök mindenkit! Jó nagy vihart kavartunk azzal, hogy a Mi Hazánk Mozgalom honvédelmi kabinetje nyilvánosságra hozta a holland védelmi minisztérium Twitter bejegyzését. Tehát maga a holland védelmi minisztérium is ezt nyilvánosan tette közzé, ezt azért fontos hangsúlyoznom, amelyen fotók találhatóak, és az a valószínűleg NATO szállító repülőgép látható, amely magyar felségjelzéssel Magyarországról, a pápai repülőtérről szállítja azokat a fegyvereket, amelyeket nyugati országok küldenek az ukránoknak a háborúba. És ugye már azt is el tudtuk ezzel rögtön érni, hogy a magyar kormány visszakozott, és rögtön bejelentette ezután, hogy nem fogja engedni azt, hogy Magyarországon keresztül szállítsanak fegyvereket az Ukrajnában dúló háborúba, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt hisszük, ha látjuk, hiszen hogyha a Mi Hazánk Mozgalom nem hozza nyilvánosságra ezeket a felvételeket, illetve a holland védelmi minisztérium Twitter bejegyzését, amelyet itt közben láthatnak is, hiszen nagyon sok olyan jelzést kaptunk magyaroktól, hogy mi hazudunk, és nem is igaz, amit állítunk, de hát itt vannak a felvételek, itt vannak a fényképek, itt van a holland védelmi minisztérium Twitter bejegyzése, tehát ez egy tény, hogy magyar felségjelzéssel Magyarországról szállítják a fegyvereket az ukrán háborúba, ezzel Magyarországot közvetlenül kiteszik háborús fenyegetettségnek, akár atomcsapásnak is, hiszen Oroszország Vlagyimir Putyin világossá tette, hogy azon országok számíthatnak akár atomcsapásra is, amelyek fegyvereket szállítanak az ukrajnai háborúba, és nyilván az oroszokat nem kell, hogy érdekelje, hogy egy magyar felségjelzésű Magyarországról induló repülőgépet azt valójában kiindította útnak. Ukrajna nem NATO tagállam, tehát semmiféle kötelezettsége nincs Magyarországnak arra, hogy részt vegyen egy olyan háborúban, amely nem rólunk szól, amelyhez nekünk magyaroknak semmi közünk, és amely háborúból mindenféleképpen ki kell maradnunk, hiszen emögött nagyhatalmi játszmák zajlanak, erről majd a héten készítek egy bővebb videót, ahol elmagyarázom, hogy mi is van az ukrajnai háború hátterében. Addig is azonban a legfontosabb üzenetünk, hogy Magyarországnak két nagyon-nagyon fontos célja lehet csak jelenleg, az egyik, hogy kimaradni a háborúból, tehát a béke, a másik pedig Kárpátalja, Kárpátaljával kapcsolatban fel kell hívni az ENSZ figyelmét arra, hogy van egy 1991-es népszavazás, amelyet a mai napig figyelmen kívül hagyott a kijevi, egyébként magyar ellenes rezsim kormányzat. És éppen ezért, ezekért az ügyekért fogunk tüntetni, és hívok mindenkit arra, hogy jöjjön velünk tüntetni most, március 3-án, csütörtökön, 17 órakor találkozunk itt Budapesten, a külügyminisztérium előtt, a BEM téren, és onnan fáklyákkal vonulunk a honvédelmi minisztérium elé, hogy ezt a két üzenetünket, tehát a békét és Kárpátalját a nagyvilág tudomására hozzuk, és a kormányt is továbbra is figyelmeztessük arra, hogy a békére törekedjen, és ne feledkezzen el Kárpátaljáról sem. Olyan történelmi időket élünk, amikor mindenkinek cselekednie kell, hiszen akár egy rossz politikai döntés a kormányzat részéről háborúba sodorhatja Magyarországot teljesen feleslegesen, tehát mindannyiunknak cselekedni kell, aki magyar, velünk tart.